November 13 és 17-e között felmérést végzett a Mentsük meg a gyermekeket romániai szervezete, azt kutatva, hogy milyen gyakran éri bántalmazás a gyerekeket. Vizsgálatuk során a tanév első két hónapjára összpontosítottak. A feltérképezésben 1957, 7 és 17 év közötti gyermek, valamint 4788 szülő vett részt. A szervezet közleménye szerint az elemi iskolások körében a bántalmazásos esetek gyakorisága kétszer magasabb, mint az általános iskolások, illetve négyszer magasabb, mint a tinédzserek körében. A szülők és a gyermekek elmondása szerint az erőszakos cselekedetek leggyakoribb helyszíne az iskola, majd a játszóterek következnek. A gyerekek szerint ugyanakkor az esetek 10%-át az online erőszak teszi ki, míg a szülők szerint csak 4%-át. Az esetek mintegy 70%-ában egy ismerős gyermek, osztálytárs, iskolatárs, barát az agresszor, 25%-ában pedig egy ismeretlen gyerek. A gyerekek ritkán említették agresszorként a pedagógusokat, az esetek 3,8%-ában a szülők azonban ennél többször 8,1%-kal mutatott rá a szervezet. Arra a kérdésre, hogy kértek-e segítséget, vagy elmesélték -e a történeteket egy felnőttnek, a gyerekek egyharmada azt válaszolta, hogy egy felnőttnek sem beszélt az átéltekről. Amikor azonban az esetet jelentették egy felnőttnek, a tíz esetből majdnem kilencven közbelépett a gyermek támogatására. A kutatások azt mutatják, hogy a zsenge korban az erőszaknak való kitettség hatással lehet az agy fejlődésére, a tanulási képességekre és az érzelmi kötődésekre. Az iskolai környezetben megtapasztalt erőszak krónikus szorongáshoz, depresszióhoz, gyenge tanulmányi teljesítményhez és lemorzsolódáshoz is vezet. Az erőszak jelenléte a gyermekek között pedig normalizálhatja és felnőtt korra is átviheti az agresszív viselkedést, Mutatott rá közleményében a szervezet. A Mentsük meg a gyermekeket szerint krónikus traumához és társadalmi elszigeteltséghez vezethet az erőszaknak való kitettség, valamint az ilyen eseteket megfelelően a gyermek biztonságérzetét szem előtt tartva kezelőrendszer hiánya, míg a korai beavatkozás jelentősen csökkentheti a hosszú távú negatív hatásokat.